Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megverte, földhöz vágta kisfiát a pécsi nő. Akár örökre börtönben maradhat az elkövető. Szarvasbőgés ideje. Fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon. Világhírű tenor a Zeneszület Fesztiválon. A Toszkát adták elő a Magyar Állami Operaház társulatával. Rekordjelentkezés a sírásó versenyen. Pécsen találkoztak a kegyeleti munkatársak. Olyan súlyosan bántalmazta kisfiát egy nő tavaly októberben Pécsett, hogy a gyerek belehalt a sérülésbe az ügyészség szerint. A vádhatóság az élettársát azzal vádolja, hogy mindezt nem akadályozta meg. A hétfői előkészítő ülésen egyikük sem ismerte be bűnösségét, így indulhat az ügybírósági szakasza, ahol akár életfogytig tartó büntetést is kiszabhatnak. Az első kérdésem, hogy a vádiratot érti-e, hogy mi van abban leírva? Érti. Beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekményben? Nem. Vallomást kíván-e tenni az ügyben? Ezt mondta az a nő, aki bántalmazta, földhöz vágta a vád szerint 14 év alatti gyermekét tavaly októberben. A kisfiú apját is a vádlottak padjára ültette az ügyészség, mert szerintük nem tett semmit, hogy a kisfiú bántalmazását megakadályozza. Őt is kéz- és lábbilincsben vezetőszáron hozták a pécsi törvényszékre hétfőn. Beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekményben, lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról? Nem. Vallomást kíván-e az ügyben tenni? Nem. Foglaljon helyet. Egyikőjük sem ismerte be bűnösségét az úgynevezett előkészítő ülésen. Ennek lényege, hogy az ügyészség javaslatot tesz a büntetési tételre. Ebben az ügyben beismerés esetén az elsőrendű vádlott anya 13 év, a másodrendű vádlott élettárs és apa 10 év fegyházbüntetést kapott volna közös gyermekük megöléséért. Ezt a lehetőséget szalasztották el. A férfi védője szerint nem működött közre védence a kisfiú halálával járó eseményekben. Az első rendű vádlott 20 óra körüli időpontban hazaérkezik, majd a házban elmegy a sértett kis ágyához. A sértettet bántalmazza, majd ezt követően az első rendű vádlott kiemeli a sértettet a kis ágyból, és földhöz vágja a sértettet úgy, hogy a sértett a fejét beleri a padlóba. Ez utóbbi cselekmény, tehát így a sértettnek a földhöz vágása volt az a cselekmény, amely a sértett halálához vezető lófolyamatot megindította. Az elsőrendű vádlott által megvalósított cselekmény közben Bétencen a másik három gyermekkel a ház másik szobájában volt. A nő előző kapcsolatából származott a három gyermek, akiket közösen neveltek. Az ügyvéd szerint a férfi nem is láthatta a bántalmazást, így azt sem tudhatta, milyen súlyos sérülés érhette. A nő azt mondta, a kiságyból esett ki, és egy kicsit megütötte a fejét, ezért nem hívott mentőt. Végül egy velük élő ismerős tette ezt meg másnap, de a kisfiút már nem lehetett megmenteni. Mivel az előkészítő ülés nem volt sikeres, elindul az ügy tárgyalása. Mivel 14 év alatti gyermek a sértett, ezért minősített emberölésről van szó, amiért akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak. Zajlik a szarvasbőgés időszak a hazai erdeinkben, így a mecsekben is. A nász időszakban a gimszarvasbikák bármikor felbukkanhatnak a közutakon, ezért az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük. A témában az Országos Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnökét kerestük fel. A Dél-Dunántúlon már augusztus közepén elkezdődik a szarvasok násza, párzása. Ez valójában a szarvasbőgés ideje, mely a térségünkben szeptember végéig is elhúzódhat. Ilyenkor hullajtott agancsokkal találkozhatunk, és váratlan hanghatások érhetnek bennünket. A hang a nőstények terelgetését és a hímek közti versengést egyaránt szolgálja. Ez egy nagyon veszélyes időszak a gépkocsival közlekedők számára, mondja Agyaki Gábor, az Országos Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Az autósoknak arra kell figyelni, ahol kint vannak a táblák, a vadveszélyt jelző táblák, ott valóban lassan menjenek, mert ott azért van kint az a tábla, mert várható az, hogy ott évszázados váltók vannak. Tehát azért, mert mi építünk egy utat valahova, ami kell nyilván, mert közlekedünk,
ettől még a vad, aki szintén itt lakik ezen a bolygón, attól ő neki még évszázados útjait bomlasztjuk föl, vagy borítjuk föl szokásaikat, és nem nagyon veszik ezt tudomásul időnként, hanem változatlanul mennek azokon az úgynevezett váltókon, amit évszázadok, az évtizedek alatt kitapostak, úgymond. És hát ilyenkor vannak a problémák, hogy egy-egy út úgy keresztezi a szarvasok váltóit, hogy azt a szarvasok bizony nem veszik tudomásul, hanem ők mennek, ahogy be van beidegződve a bőgőhelyekre, hiszen a fajfenntartásról van szó. Ha az elővigyázatosság ellenére mégis ütközés történik, a legfontosabb, hogy ne menjünk tovább autónkkal, hívja fel a figyelmet a vadász. Elsősorban a rendőrséget hívja, a rendőrség szokta általában értesíteni a vadászat rögösultat, tehát a vadásztárságot, és akkor a vadásztárságtól mennek ki, és intézik a vad sorsát. Hát ha ott van és elpusztult a jószág, akkor nyilván ők azt rendbe rakják, olyan állapotban, hogy el lehessen szállítani a hűtőbe, vagy attól függ, hogy milyen a baleset. Ha elment, de látható az, hogy ütközés volt, tehát az autón sérülések vannak, vér, szőr, darabok, stb., akkor általában másnap a vadásztárságnak az a feladata, hogy arra képzett kutyával, olyan szakemberekkel megkeresse azt a vadat, és minél előbb, úgyhogy megváltsa a szenvedésétől, ne az legyen, hogy esetleg napokig szenved egy nádasba az út mellett, aztán csak azt érezzük majd, amikor megyünk az autóval, hogy dögszag van valahol az út mellett. Az elnök vadásztársaságához három fő út tartozik, a Harkányi, a Mohácsi és a Hatos út egyik fele. A szomorú statisztika szerint évente 60-80 ütközéssel kell számolniuk. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik napon éjszaka balesethez mennek menteni. Rövid híreink következnek. Vasárnap este kialudt a láng Párizsban, ezzel véget ért a 17. paralimpia. A mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb sporteseménye. A magyarok 5 arany, 6 ezüst és 4 bronzéremmel zárták a párizsi paralimpiát. Konkoly Zsófia 2 arany és 1 ezüstéremmel a legeredményesebb magyar sportoló. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola versenyzője 400 méter gyorsan és 200 méter vegyes úszásban lett paralimpiai bajnok, 100 méter pillangó pedig a második helyen végzett. 97 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, péntektől vasárnapig tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 51, szombaton 24, vasárnap 21 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak egy határsértőt is, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 263 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten augusztus 26-ától szeptember 1-ig a feltartóztatottak száma 194 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 10 határsértőt és velük szemben idegenrendészeti eljárás indult. A NAV baranyai munkatársai a nyári időszakban ellenőrizték például a Mecsek Rally, a Fishing on Orfű Fesztivál, a szintén orfői Toxic Weekend Fesztivál, a Zsolnai Fényfesztivál, Pécsi Szamárfül Fesztivál, valamint a komlói bányásznapárusait és vendéglátóit. A szakemberek vizsgálták a nyugtatási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatottak bejelentését, az áruk eredetét és a jövedéki termékek értékesítését. A leggyakrabban a bizonylatkiadást, a dolgozók bejelentését osztották el a vállalkozók. A revizorok rendszeresen ellátogattak a Balaton és a Velencei tó partjára is, ahol a helyi kollégák munkáját segítve biztosították a hivatal folyamatos jelenlétét. A baranyai ellenőrök a két tó partján összesen 310 vizsgálatot folytattak le, melyek közül 54 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. Az akció legsúlyosabb szankcióval járó ellenőrzése egy vendéglátóhelyen történt, ahol, mivel nem a jogosult személy próbálta bejelenteni az alkalmazottakat, 36 dolgozó bejelentés sem maradt el. Az idei Zeneszüret Fesztivál kiemelkedő eseménye volt José Curá világhírű tenor fellépése. Puccini Toszkájában Mario szerepét énekelte. A produkciót a Magyar Állami Operaház társulatával együtt vitték színre. Két előadást is adtak a pécsi közönségnek a Philharmonia Magyarország szervezésében.
A második előadás is teltház előtt zajlott Pécsen a Kodály Központban. Az idei Zeneszüret Fesztivál kiemelkedő produkciója Giacomo Puccini Tosca című műve José Cura részvételével. A világhírű tenor operaénekes Mario Cavaradossi szerepében lépett színpadra. What we are doing here... Ez egy színházi csoda, amit most létrehozunk, ugyanis a Magyar Állami Operaház társulatával, a szólistákkal mindössze 3 napot tudtunk próbálni. Ez nagyon intenzív, szoros, feszített tempójú munka volt. A 4. napon a kórusok és a zenekar is együtt volt, és így mindent sikerült lepróbálnunk. Ezt a munkát normál színházi körülmények között 3-4 hét alatt sikerül összehozni. Ez pedig csak akkor lehet így létrehozni, ha nagyon gyakorlott profi közreműködőkkel dolgozik az ember. A Magyar Állami Operaház a ház valamennyi résztvevője nagyon tapasztalt profi művész, közreműködő. Ezt a csodás előadást csak így sikerülhetett idehozni, hangsúlyozta José Cura. Megtudtuk azt is, hogy nem véletlenül esett a választás Puccini Tosca című operájára. Nagy létszámú kórus csak az első felvonásban van, ezért sikerült pár nap alatt összehozni a produkciót. Ugyanis ha nagyon sok a színpadi mozgás, akkor ennyi idő alatt nem lehet felkészülni egy ekkora hatalmas művel. Puccini kevés, de nagyon jól felismerhető vezérmotívumra építette fel a művet, mely biztosan mély hatást gyakorol a hallgatóra. Ez pedig így is lett. Mindkét előadás fergeteges sikert aratott a pécsi közönség előtt. A programot a Philharmonia Magyarország szervezte. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az elmúlt 10 évben 6000-ről 9200 hektár fölé nőtt a dióültetvények területe a támogatási konstrukciónak is köszönhetően, a termésmennyiség azonban nem emelkedett. A termésátlagok sok esetben a hektáronkénti 1-1,5 tonnát sem érik el, szemben a versenytársakkal, ahol a 4-5 tonnás hektáronkénti átlag sem szokatlan, hívta fel a figyelmet hétfőn kiadott elemzésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A magyar dió piaca 2006 és 2019 között meredeken felfele ívelő pályán volt, ezt követően megtorpant a kereslet. Magyarország az évi 6450 tonna terméssel a dió termelő országok rangsorában a 30. helyet foglalja el, a viszonylag kis termelők közé tartozik, ismertették. A Pécs-Nagykanizsa vonalon október 30-áig Szigetvár és Szentlőrinc között komplex pályakarbantartás keretében sín- és betonai cserét, kavicságyazat cserét és a közlekedésre veszélyes elkorhat fák kivágását, valamint több útátjáró építését végzik, ezért módosul a menetrend. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek, a személyvonatok és a Pannonia interrégiók helyett is. A Pécs és Szentlőrinc, illetve Szigetvár és Nagykanizsa néhány esetben Nagykanizsa és Szombathely között is módosul a vonatok menetrendje. Több esetben a kimaradó vonatok helyett Szentlőrinc és Pécs között a mecsek Intercity vonatokkal, vagy a Dombóvár-Pécs közti személyvonatokkal biztosított az eljutás a pótlóbuszokhoz csatlakozva. Rekordszámú 25 csapatos mezőny jött össze a sírások versenyén Pécsen. Két fős csapatokban kellett időre és méretre pontosan kiásniuk a gödröket, majd jött a hantolás és a díszítés, amiket külön értékeltek a bírák. Méregetik a kijelölt területet a csapatok a pécsi köztemetőben, ahol sírású versenyt tartottak szeptember 7-én. A megmérettetésen itt volt a címvédő páros is. Minden versenyre felkészülten érkeztünk ide is. Szeretnénk megvédeni a tavalyi címünket, illetve ugye, ha nyerünk, ugye ez lenne a 3. győzelmünk zsinórba. Tehát tavaly Nyíregyháza, idén már kijelölte Lengyelország, és most pedig itt Pécsen is szeretnénk győzni. Arra is kíváncsiak voltunk, mi a titkuk, hogyan tudtak győzni az előző versenyeken. A társba való bizalom. Nálunk nagyon fontos az, hogy nem kell vagánynak lenni. Ha 2 perc múlva elfáradsz, vagy 3 perc, gyere ki, ugorjál ki, cseréljünk, minél sűrűbben. Higgyétek el, 1-2 perc ilyen intenzív fizikai munka után nagyon sokat számít az 1-2 perc pihenő is. És nálunk ez nagyon fontos. A munkához semmilyen különleges szerszám nem kell, mondják a Hajdúböszörményi csapattagjai. Legalapabb ásó lapátok vannak, hoztunk azért csákányt biztos, ami biztos alapon,
Tehát a padlósa egy nagyon különleges dolog, úgyhogy igazából mi a legalapabb szerszámokkal érkeztünk. Csak legyen éles. Így van. Az ünnepélyes megnyitó után indult a verseny. Természetesen lesz majd hivatalos eredményhirdetés is. Óriási íramot diktáltak a csapatok, a szombati hőség azért próbára tette őket. Ahogy teltek a percek, egyre mélyebb gödröket lehetett látni a versenyterületen. A gyorsaság és a méretpontosság számít ezen a megmérettetésen. Az egyesületünk úgy döntött, hogy ezt az embert próbáló munkát, amit nap mint nap a kollégáink végzik, valamilyen szinten be tudjuk mutatni a közönségnek is. Ugyanakkor egy elismerést és egy nagyobb megbecsülést tudjunk adni ezeknek a kegyeleti ágazatban dolgozó kollégáknak. Ezért hoztuk létre ezt a versenyt 2016-ban. Immár 7. alkalommal tudjuk ezt megrendezni, ezt a versenyt. Hál' Istennek mondhatom, hogy egyre nagyobb létszámmal jelentkeznek a csapatok, és idén először már a határaikon túl is nyúlt ez a jelentkezés, hiszen Horvátországból, Szlovákiából és Csehországból is érkeztek csapatok hozzánk. Összesen 25 csapat jelentkezett a pécsi sírású versenyre. Több versenyszámból állt a feladat, amivel meg kellett küzdeniük. A legelső és legfontosabb nyilván a maga a sírásás, ahol egy 2 méter hosszú, 80 centi széles, 1,60 méter gödröt kell kiásni időre, és nyilván természetesen a kalodának le kell mennie, tehát megfelelő méretben is kell ezt elkészíteni. 2 óra áll rendelkezésre, de az ismereteink alapján és az előző versenyek alapján ez bőven teljesíthető, tehát körülbelül olyan 1-1,5 óra alatt végezni fognak az első helyezettek. A második része a versenynek a hantolás feladat, amikor nyilván a kiásott földet, azt vissza kell termelni, 15 perc áll rendelkezésre. A gödör kiásása mintegy 2,5 köbméter föld kilapátolását jelenti, úgy, hogy közben figyelni kell a méretekre, a sarkokban sem akadhat el az ellenőrzésre használt szerkezet, mikor leengedik. Végül címvédész született Pécsen, Kis László és Nagy Róbert 1 óra 32 perc 8 másodperc időeredménnyel nyerte meg a versenyt és védte meg bajnoki címét. A hantolást szekszárdi csapat nyerte. Ezek a virágok már a harmadik versenyszámhoz kellettek. Ezzel díszítették a hantokat, amit külön értékeltek. A régió híreivel folytatjuk. A Magyar Jogász Egylet Tolna vármegyei szervezete Tolna vármegyei jogásznapot tartott Szekszárdon a vármegyeházában. Az eseményen felszólalt és előadást tartott Tuzson Bence, igazságügyi miniszter is. Tolna vármegyei jogásznap Szekszárdon. Az eseményen számos jogászi hivatás rendből érkeztek előadók és vendégek, akik közösen egy tartalmas szakmai rendezvényen vettek részt. Ez egy ünnep valamennyiünk számára, és én azt gondolom, hogy színvonalas szakmai előadásokkal tudjuk ezt az ünnepet még magasztosabbá tenni a saját számunkra. Tulajdonképpen mindenki talál az érdeklődésének megfelelő előadást a mai napon is. Én azt gondolom, rendkívül jó előadások lesznek, én ismerem az előadásoknak a témáit, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy akik ma eljöttek, azok nagyon jó előadásokat fognak hallani. A szakmai napon részt vett Tuzson Bence, igazságügyi miniszter is. Előadásának témája többek között a jogásság társadalmi szerepének átalakulása volt, de az igazságügyi miniszter egyéb aktualitásokról, többek között a határvédelemről is beszélt. 2015-től kezdődően csak nem 800 milliárd forintnyi összeget fordítottunk határvédelemre a déli szakaszon, tehát a déli határaink megvédése érdekében, határzár felépítésével és annak folyamatos védelmével. Azt láthatjuk, hogy ennek persze az eredménye is nagyon jó, hiszen 2015-ben több százezer ember jött át, vagy próbált átjönni a magyar határon. Most ez a szám, ez alig több, mint 5000, tehát viszonylag kevés emberről van szó. Az igazságügyi miniszter azt mondja, a határokat továbbra is meg kell védeni. Ha európai határokat védünk, akkor ez ne csak a magyar emberek költségén legyen, hanem bizony az Európai Unió költségén is. Van ennek alapja, mert az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke tartalmaz rendelkezést a határvédelemmel kapcsolatban, és arról is, hogy bizony itt az európai szolidaritásnak elsődleges szerepe kell, hogy legyen, a pénz elosztás tekintetében is. Nos, ez a valóságban nem valósul meg, ezt viszont Magyarországnak érvényesíteni kell, és ezért nemzetközi jogászoknak a bevonásával pert fogunk indítani az Európai Bizottság ellen, fizessék ki Magyarországnak azt, ami jár.
Balog János országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, sok munka és erőfeszítés áll a magyar rendőrség eredményei mögött. A kiberbűncselekmények esetében úgy gondolom, hogy sikerült bemutatnom azokat az eredményeket, amit az elmúlt másfél évben a magyar rendőrség elért. Ennek látható eredményei vannak a trendekben, a bűnelkövetők számában és a megőrzött vagy visszaszerzett pénzek mennyiségében. Ez azonban soha nem fogja helyettesíteni az emberek öntudatosságát, biztonságtudatosságát, óvatosságát. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánja a mesterséges intelligenciáról, digitalizációs versenyképességről számolt be. A mesterséges intelligencia és a digitalizáció vonatkozásában mi a jogszerepe? Egyáltalán hol van a jogszerepe és mi a jogszerepe? A jognak olyan szabályozóként kell-e megjelenni, ami korlátozó, bekorlátozó, avagy olyan szabályozóként kell megjelenni, ami támogató, értve az alatt, hogy az innovációt, a fejlesztéseket támogatja. Én ez utóbbi pártján vagyok e vonatkozásban. A jogásznapot megelőzően a Vármegye házán a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnökségi ülését is megtartották. Komoly fürdőkultúra, padlófűtés és falban elhelyezett vízvezeték is volt az 1500-as években Tolnán. Most egy építkezés során bukkantak rá az országos jelentőségű leletnek számító török fürdőre. A Tolnai Dunaparthoz közel, a Malom utca 51-es szám alatt állt egy kicsi romos lakóház, amelynek bontását idén augusztus elején kezdte meg a tulajdonos. A munkálatok közben a padlózat alól egy széles, kőből készült fal maradványa bukkant elő. Egy nagyon masszív, nyugat-kelet irányú fal került elő, amelyet elkezdtünk vizsgálni. Korábbi években a szomszédtelken már találtunk egy olyan építményre utaló nyomot, amely feltette, hogy esetleg 17-18. Századi épület van itt a környéken, és ez most bebizonyosodott, hogy egy olyan épület került elő, nem csak ezen a két telken, hanem két további telken is, egy ilyen 15-16 méter hosszú, legalább 8 méter széles építmény, amelynek a funkciója a fürdő volt, méghozzá Tolnának a törökkori fürdőjét sikerült itt megtalálni. A feltárt területen feltehetően a hagyományosan legalább három helyiségből álló török fürdő forró medencés része üzemelt egykoron. Erről írott források beszélnek, 1570 körül építették fel, és a maga a fürdő az a török időszak végén, tehát 1686 környékén befejeződött, tehát 100 éven keresztül működött ez fürdőként, azonban az épület az még az 1820-as térképeken még szerepel, itt a Malom utcának ez a Dunai felőli végén. A szenzációs lelet egy 250 éven keresztül fennálló épület. Ez jelen pillanatban Tolna város legrégibb állófallal rendelkező épület. Itt a hátam mögött látható egy közel 4 méter hosszú, 3 méter magas falszakasz, ami az épület forró medencés fürdőjének egy részlete, rajta egy ajtónyílással, illetve pillérindítással, úgyhogy ebből a szempontból, helytörténeti szempontból is ez kiemelkedően fontos. Azonban a török fürdők sincsenek nagy számban a hódoltság területéről, 50 fürdőről van körülbelül írott forrásokban adat, és ezek közül 10-et ismerünk régészetileg, tehát hogy egyáltalán hol volt, hogy nézhetett ki. Tolna a 7. helyszín az országban, ahol ilyen jellegű építmény előbukkant. Egy újfajta látványosságot jelentett Tolna városának a 16. századi török fürdő, ami nem csak itt, hanem a környéken sincs sehol. Kapcsolatépítés, szezonértékelés és az őszi Balaton népszerűsítése. Ezekkel a célokkal szervezték meg immár 6. alkalommal a médiahajót. A programon elsősorban Somogy vármegye vállalkozói, turisztikai szereplői, a parti települések polgármesterei és természetesen a média képviselő is részt vettek. Az eseményen bemutatták a Visit Balaton 365 weboldalt is, amelyen 1000 indokot találunk az őszi Balaton mellett. Kiváló szezon zárt a Balaton, erről is beszéltek a szakemberek az idei médiahajón. A települések elégedettek lehetnek, hiszen a nagy meleg miatt augusztus 20-a után sem maradtak üresen a strandok. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a strandidőn kívül is megismerjék az emberek a helyi látványosságokat, kikapcsolódási lehetőségeket.
Nem csak egy hajóban ülünk, hanem egy irányba is kell tudnunk evezni, és ebben rettenetesen fontos a balatoni térségnek, az összes polgármesterének az összefogása, a vállalkozókkal való együttgondolkodás, mert hogyha a vállalkozókkal mi önkormányzati képviselők képesek vagyunk összedolgozni, akkor a Balaton végre nem csak egy szezonos destináció lesz, hanem 2-3 vagy akár 4 szezonos destináció is lehet. Ezen nagyon sokat kell dolgozni. A médiahajónak a rettenetesen nagy szerepe abban van, hogy azok a szereplők, akik ebben bármit is tudnak tenni, legyen az csak marketing, legyen az kommunikáció, vagy legyen az vállalkozói szféra, ők mind itt vannak, összetömörítve egy olyan hajón el se tudjuk egymást kerülni. Nőtt a vendégészakák száma a Balatonnál, ezt mutatják a számok, a nyári hónapokban pedig népszerű volt a tó a külföldi vendégek körében is. Nagyon elégedettek vagyunk az eddigi adatokkal, ahogy a mai médiahajón is elhangzott, a nyár első két hónapjában a vendégészakak száma 4%-kal növekedett, és ami külön örvendetes a számunkra, hogyha ezek mögé a számok mögé nézünk, akkor tudjuk azt, hogy a külföldiek száma is növekedett, sőt az jelentősebb mértékben. Ez azért is nagyon fontos, mert most már a belföldi és a külföldi vendége aránya az elérte a 70-30%-ot, ami azt gondoljuk, hogy a fenntartható turizmus szempontjából fontos, hogy még egy picit ezen túl is növekedjen. A Magyar Turisztikai Ügynökség továbbra is ösztönzi a 4 évszakos Balatont. Ezer indok az őszi Balaton mellett szlogennel, a Visit Balaton 365 weboldal számtalan programot kínál a szezonon kívül is. A Visit Balaton 365, ahogy maga a név is mutatja, egy üzenet. Az az üzenet, hogy mindenki látogasson el a Balatonhoz, keresse fel a Balatont az év mind a 365 napján. Az alap gondolatunk az, hogy a nyárnak ugyan vége, de ezzel a Balaton nem zár be, hanem kezdődik egy másik, másképpen izgalmas, másképpen szép időszak, a balatoni ősz. Mégpedig azt is hangsúlyozzuk, hogy nem azt kell várni a Balatontól ősszel, mint amit nyáron nyújt. Aki októberben azt várja a Balatontól, amire júliusból emlékszik, az csalódni fog. Viszont valami egészen más tud nyújtani a Balaton, gasztronómiai programokat, túrákat, kerékpártúrákat, gyalogtúrákat, kulturális eseményeket, zenei fesztiválokat, szabadidősport eseményeket, vitorlázást, tehát meg annyi élményt, amit viszont nyáron nem. Másképpen szép, másképpen jó az időjárás, más szolgáltatók vannak nyitva, és ami nagyon fontos, hogy úgy látjuk egy alapos kutatás, piackutatás alapján, hogy nem igaz az az állítás, hogy nem érdemes a Balatonhoz jönni össze, mert úgy sincs nyitva senki. 1500 olyan szolgáltatót gyűjtöttünk össze a weboldalunkon, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, más attrakciókat, akik igenis nyitva vannak, 1500-an várják a Balaton legkiválóbb vendéglátója vendégeket. Csak összefogással, egymásra támaszkodva lehet 4 évszakos Balatont építeni. Erről is beszéltek a rendezvényen. Sikeres volt ez a szezon, egyrészt én úgy tapasztaltam balatoniként itt a Balaton partján, hogy a hozzánk látogató vendégek számát, az eltöltött vendégészakák számát tekintve mindenképpen. Bízom benne, hogy az önkormányzataink majd, amikor a pénzügyi zárások megtörténnek, akkor a idegenforgalmi adóbevételek tekintetében is hasonló eredményekről tudnak majd beszámolni. De alapvetően nem ezért volt sikeres a szezon, hanem úgy gondolom, hogy azért, mert a kínálat és a kereslet találkozott egymással. Mondhatnám úgy is, hogy ebben a szezonban én azt vettem észre, hogy mindenki megtalálhatta magának a megfelelő színvonalú szállást, vendéglátóhelyet, szórakozási lehetőséget. A kicsik, a nagyok, az idősebbek, a fiatalabbak, a kevésbé tehetősebbek, a gazdagabbak egyaránt, hogyha ide eljátogattak a Balatonhoz, akkor találtak maguknak olyan szórakozási lehetőségeket, szállásokat, attrakciókat, amelyek azt gondolom, hogy gazdagították mindenféleképpen őket élményekkel. A programon elsősorban Somogy vármegye vállalkozói, turisztikai szereplői, a parti települések polgármesterei és természetesen a média képviselői is részt vettek. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Megverte, földhöz vágta kisfiát a pécsi nő, akár örökre börtönben maradhat az elkövető. Szarvasbőgés ideje, fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon. Világhírű tenor a Zeneszület Fesztiválon. A Toszkát adták elő a Magyar Állami Operaház társulatával. Rekordjelentkezés a sírásó versenyen. Pécsen találkoztak a kegyeleti munkatársak.
Kedden a Dunától keleten számíthatunk még esőre, záporra, de néhol délnyugaton is kialakulhatnak futózáporok. Viszont a keleti és az északkeleti tájakat leszámítva egyre több felé kisüt majd a nap. Kora reggel 14 és 23, délután 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!